Fújtad a szél, és esett a hó, mélyen a félszemű gólyító. Szűcs Bátor egyike volt azon ifjaknak, akik jelentkeztek a Bartók Színház most készülő új darabjának szereplői közé. Kulturális intézményünk ugyanis ismét felhívást intézett a helyi fiatalokhoz, mert egy zenés, családi, oknyomozásos előadáshoz várták a jelentkezőket. Nógrádi Gábor Gyerekrablás a Palánk utcában című művét állítják színpadra Szemán Béla rendezésében. Igen sok, 62 diák jelentkezett a szereplőválogatásra. Éppen ezért két napos lett a casting első fordulója. 7-től 18-ig, 19-ig keresünk. Ugye a Palánk utca és környékének lakóit keressük, a gyermek lakóit. Elég széles spektrumon, tehát az egészen kicsi lánytól a nagyfiúig. Ugye a lakótelepek világából mutatunk föl a Palánk utcában, ami ugyan egy kertes lakótelep volt már még annó, ma már talán nem is létezik ez a környék, vagy átépült. A meghallgatáson egy szabadon választott dalt, egy verset és egy prózai részletet kellett előadniuk a fiataloknak. Ez alapján döntött a zsűri, élükön Szemán Béla rendezővel, hogy kiket hívnak be a második fordulóba. A castingra 64-en jelentkeztek, a második fordulóra körülbelül a fele fog bejutni, tehát sajnos 30-32-re szűkítem, de a végső csapat az egy 20 fős gyerekcsapat lesz. Tehát az a 20 gyerek, aki ebben az előadásban is fog venni, azok betonerős kis csávók lesznek. Ebben a darabban sok zenei rész lesz, szóló és csoportos ének egyaránt, valamint egy olyan nagy közös dal is, amelyet a gyerekek énekelnek Finn Béli szüleiknek. Ez fogta meg egyébként a rendezőt is a darab kiválasztásánál. Mert az nyűgözött le engem, ahol a gyerekek a felnőtteknek énekelnek, a saját szüleiknek, a felnőtteknek, hogy miért nem hallgattok meg minket időnként. Nekünk is lenne véleményünk, lenne ötletünk, de hogy olyan jól meg tudjátok mondani, hogy mit tegyünk, mit csináljunk, de amikor gond van, akkor meg nem kérdeztek meg minket. És igazából ez a darabnak a lényege, hogy a gyerekek nélkül, ha lehet, akkor ne döntsünk. Hát próbáljuk őket bevonni. Visszatérve a riport elején látott Szűcs Bátorra, ő már szerepelt a Bartók korábbi nagy sikerű előadásaiban, a Valahol Európában és a Twist Olivér című musicalben, és még a Loser Rádió Budapest című játékban is. Bátor a színészi pályán képzeli el a jövőjét, tehetsége már most kirajzolódott. Pannon Oktatási Magángimnáziumba járok, jelenleg 9. A-osztályos vagyok, és a Twist Olivér előadáson nekem leszólított a Béla, hogy készül egy ilyen darabbal, és hogy szeretné, hogy megjelenjek a castingján. A Gyerekrablás a Palánk utcában című zenés, családi, oknyomozós, két felvonásos darab tervezett bemutatója 2020. január 31-én lesz.